Oké, csak kérdésre tudok válaszolni. Gulyás Gergely 1981-ben született Budapesten. Jogi diplomáját 2004-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Erasmus hallgatóként tanult Hamburgban. A Fidesz ifjúsági tagozat delegáltjaként 2006 óta tagja a párt országos választmányának. 2005-től 2006-ig volt elnöke a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvédjelölti tagozatának. Rendszeresen publikál írásai a Magyar Nemzetben, Magyar Hírlapban, Magyar Szemlében olvashatók. Szájer József meghívására lépett be a Szabadságkörbe 2007-ben, amelynek azóta is tagja. Saját ügyvédi irodája van, és immár negyedik éve tanít megbízott egyetemi oktatóként a Károli Gáspár Református Egyetem alkotmányjogi tanszékén. A Magyar Nemzetben írtam egy cikket, és utána Szájer József fölhívott és meghívott magához a Szabadságkör megalakulására. És aztán így kerültem mondjuk ebbe a jogvédelemhez köthető körbe. Én szeretek ügyvédkedni, és szerettem ezeket a közéleti akciókat is, amiben részben a Szabadságkörön, részben a Fidesz ifjúsági tagozatán keresztül van lehetőségem részt venni. Másrészt meg engem az igazságügy területe az érdekel, és az intézményi kérdések érdekelnek. Tehát, hogyha ez az Európai Unióhoz kapcsolódik, akkor mondjuk a Lisszaboni szerződés, illetve maga az intézményrendszernek a kialakulása, a változása, a bővülése, ezek érdekelnek. Szerintem az egy nagyon rossz irányú fejlődés, amit az EU a tekintetben magáinak mondhat, hogy miközben a gazdasági együttműködés fejlődik, aközben maga az értékközösség sok tekintetben válik kérdésessé. Tehát az a kereszténység vita, amit mindannyian ismerünk, vagy akár a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos nehézségek az unión belül, az mind azzal függ össze, hogy míg a gazdasági együttműködés éppen ezeknek a globalizációs kényszereknek megfelelően fejlődik, nem zárkózik fel ehhez egyfajta értékközösség. Szerintem a magyaroknak elsősorban azért kell tevékenykedni, hogy ilyen értelemben is legyen az integráció hatékonyabb, és különösen ez nekünk azért fontos, mert kisebbségi jogérvényesítéssel kapcsolatosan akkor várhatunk az uniótól segítséget, hogyha valós eszközei vannak. Az európai gondolkodásnak is el kell azt fogadni, hogy vannak országhatárok, meg vannak nemzethatárok, és főleg abban a régióban, ami később csatlakozott az Európai Unióhoz, ezek nem esnek egybe. Bár korábban is, tehát a régi tagállamok között is voltak ilyenek, hiszen a német-lengyel határral kapcsolatos, mondjuk 3 millió németet érintő szudéta-német kérdés az ilyen volt. De elsősorban ez a közép-európai államok csatlakozásával vált kulcskérdéssé. Tehát a megoldás az lehet, hogy ezeket az alapelveket az Európai Uniónak is el kell fogadni, hogy nemzethatára és országhatára Közép-Európában nem esett egybe, és nem csak az országoknak vannak jogaik, hanem a nemzeteknek, nemzeti kisebbségeknek is vannak jogaik. Az Európai Unió elsősorban lehetőséget jelent, ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásához pedig egy hatékony kormányzati politika kell. Most ez Magyarországon, mióta beléptünk az Európai Unióba, teljes egészében hiányzik. Látszik az, hogy az emberek, ha radikálisan akarjuk mondani, akkor büntetni akarják ezt a kormányt, és joguk is van arra, hogy büntessék ezt a kormányt.